22. alkalommal rendezte meg a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület hagyományos télapóváró programját. A rendezvényre a lakás- és gyermekotthonokban nevelő és örökbefogadó családoknál nevelkedő gyermekeket és a volt állami gondozott fiatalokat várták, így itt találkozhattak azok a testvérpárok is, akik más-más nevelőszülőkhöz kerültek. A testvér találkozón több mint 30 testvérpár láthatta újra egymást. Ezentúl színpadi műsorok szórakoztatták a fiatalokat, melyen Andi Bohóc is vidám gyermekműsorral hívta közös játékra a gyerekeket. 2 évvel ezelőtt már, akkor volt megtartva ugye utoljára, ugye közbeszólt az általunk jól ismert ugye Covid. A tavalyi és a tavaly előtti évben sem tudtunk jönni, de most nagyon nagy szeretettel fogadtam én is el a felkérést, és természetesen nagy örömmel jöttem. A közösség összetartó erejét jól mutatta, hogy 51 önkéntes segített a program lebonyolításában. Pár éve is részt vettem, viszont ott nem önkéntesként, hanem résztvevőként érkeztem, és hát akkor jóval fiatalabb voltam, és akkor nem gondolkodtam, hogy jövök. Aztán Ildikó néni megkeresett, így szívesen vállaltam, hogy segítek. Janóni Ildikó, a Vigyázó Kéz Egyesület vezetője álmodta meg a programot, melyre idén a nehéz logisztika ellenére is már 42 településről, mintegy 250 állami gondozásban nevelkedő fiatal látogatott el. Számukra kinyílt az ajándékszoba, ahonnan ajándéktárgyak és sportszerek közül választhattak a nem saját családjukban élő gyermekek. 250 gyerek, az azt jelenti, hogy több mint 500 ajándéktárgy várja a gyerekeket az ajándékszobába, amit ők választhatnak ki majd, és vannak fődíjaink is, például kosárlabdapalánk, amit szintén ki fogunk sorsolni. Az egyesület vezetője hozzátette, hogy évközben is szerveznek testvértalálkozókat, és a tervek szerint idén is meghirdetik a hagyományos testvértábort.